Sziasztok, üdvözlünk benneteket a Smart Opet Kft. Okos Otthon guru nevében. Ez itt a Smart Home Camp első hivatalos bejelentése. Mellettem Zsészabó Kitti, pedig Zsák Péter vagyok, a Smart Home Camp rendezői. A Smart Home Camp keretein olyan rendezvényt szeretnénk készíteni idén, illetve létrehozni idén, ami eddig még nem volt az Okos Otthon magyarországi történetében. November 15 és 17 között fogunk egy tábort rendezni a Varbatanyán, ahol elsősorban az lenne a cél, hogy ne mi beszéljünk, hanem ti beszéljetek, közösen beszéljünk, és a ti problémáikat akkor próbáljunk megoldani. És ugye miért éppen Smart Home Camp, miért is találtuk ki, hogy ezt megrendezzük? Először szeretnénk most egy kicsit mesélni arról, hogy miért is találtuk ki, illetve utána, hogy pontosan hogyan is fog kinézni, mit is tervezünk nektek. A első ötlet igazából, amiből merítkeztünk, hogy tudjuk, hogy nagyon nehéz naprakész tudást szerezni, hogyha próbálunk fennszínen maradni az okos otthon témába, akkor az folyamatos utánajárást és folyamatos keresgélést kíván. Most ebben próbálunk nektek egy kicsit segíteni, és itt a tábor folyamán a legfrissebb, legújabb dolgokat megosztani veletek. Ezen felül azt is tudjuk, hogy bár nagyon jók a videók, YouTube videók, a Facebook csoportos beszámolók, de egy dolgot nem pótolnak, az pedig a személyesen kipróbálom, megtapogatom, megnézem, hogy ez most hogyan működik, összekötöm, hogy az úgy működik-e dolog, és ezt nyilván a legtöbb eszközzel nehezen tudjuk, vagy csak akkor tudjuk megvalósítani, hogyha ezt már megvettük. A harmadik pedig maga a közösség, illetve jelenleg ugye az igazi okos otthon közösségnek a hiánya. Alapvetően nagyon sok online felület van, Facebook csoportok, de személyes találkozásra nagyon-nagyon ritkán van lehetőség, pedig rengeteget lehetne egymástól tanulni, és ez nyilván sokkal könnyebben megy, hogyha személyesen találkozunk, és személyesen ismerjük egymást. Úgyhogy mi ezt a három dolgot szerettük volna a táborban ötvözni. Ugye a helyszínt, illetve az időpontot már ismeritek, ugye a Varga-Tanya Hotel lesz a helyszíne, ami gyakorlatilag ugye a Kiskunsági Nemzeti Park mellett található, egy nagyon kellemes hangulatú, egy régi tanyát újítottak fel, de nagyon modern környezetben, úgyhogy mind felszereltségében, mind hangulatában szerintem egy nagyon-nagyon jó választása a helyszínnek. Az időpont pedig november 15-től 17-ig, ez egy péntek, szombat, vasárnap lesz egyébként. A következő percekben szeretnénk a programból beszélni nektek egy kicsit. A nyár folyamán a meghívott vendégekről és egyéb meglepetésekről fogunk majd lépésről lépésre beszámolni. Ugye, amikor elindítottuk a telepítői partner programunkat, akkor azt három alappillér köré építettük. Az egyik volt a közösség, a másik a folyamatos tudásmegosztás, és mellette pedig a harmadik a folyamatos támogatás. Amikor elkezdtünk gondolkodni a tábornak a felépítésén, akkor ugyanezen gondolatok mentén indultunk el, hogy ehhez hasonló eszmeiséggel rakjuk össze itt is a programot, illetve magát az egész élményt. Szóval a Smart Home Camp egy olyan különleges esemény lesz, ahol igyekszünk összehozni a Magyarország Okos Otthon közösség krémjét. A teljes közösség képviselni fogja magát. Lesznek telepítők, szakmérnökök, oktatók, fejlesztők, hobbisták, és a cél az lenne, hogy egymással megosszuk a tapasztalatainkat, felvessük a problémáinkat, és ezekre próbáljunk valamilyen módon megoldást találni. Ezen kívül lehetőségetek lesz a legújabb okos otthon eszközöket kipróbálni, a legújabb rendszereket kipróbálni, valódi interaktív élménnyel készültünk nektek. Az esemény célja pont az lenne, hogy a közös problémákat, megoldásokat találjunk a tábor folyamán, és azokat az eszközöket is ki tudjátok próbálni, amire esetleg nincsen egyébként lehetőségetek.
Ugye, mi mindent adhat nektek a táv, ugye miért érdemes eljönni. Ugye amellett ugye említettük, hogy maga a Vargatanya egy nagyon-nagyon jó helyszín, és amellett, hogy a szakmai részét tudja támogatni a programnak, wellness-től kezdve mindenféle élményt tud nekünk adni. Nagyon jó kikapcsolódási hely, de nyilván a mi részünk az, hogy maga a tartalma, hogy néz ki a rendezvénynek. Ugye az első, amit említettem, maga a közösség, hogy végre személyesen találkozhatsz az Okos Otthon közösség többi tagjával, megismerheted őket, olyan új szakmai és akár baráti kapcsolatokat szerezhet, amelyeket az online térben gyakorlatilag nagyon-nagyon nehéz lenne kivitelezni. És amit ugye Peti is említett, hogy a teljes Okos Otthon közösség képviselteti magát, tehát nem csak egy DIY közösségi esemény, de ugyanúgy szakemberek, szakmérnökök, telepítők, forgalmazók, mindenki jelen lesz, tehát nem csak egy szeletét tudjátok megtapasztalni az Okos Otthonok világának, hanem ténylegesen egy teljes rálátással tudtok egymással tapasztalatot cserélni. Emellett ugye célunk az is, hogy ne csak tudás átadás legyen, egy erről majd a Peti még fog beszélni, hanem az is, hogy egymást segítsétek, és egymásnak a problémáiba bele tudjatok merülni, egymással tényleg tapasztalatot cseréljetek, és együtt is tudjatok akár működni. A tudás átadásról elég sokat beszéltünk most. Alapvetően az a célunk most a rendezvény során, hogy az okos otthon protokollokat megpróbálni teljes körűen körbejárni, melyik okos otthon protokoll hogyan is működik, hol használjuk, mikor jó, mikor nem jó. A legújabb eszközöket próbáljuk bemutatni nektek itt a tábor során. Előadásokat tervezünk, de itt ne arra gondoljatok előadás során, amikor kiáll a pódiumra valaki, és aztán 45 percig őt hallgatjuk. Inkább egy picit interaktívabbra gondoltunk az előadások során, illetve emellett lesznek olyan gyakorlati workshopok, amik segítenek ezekből az előadás során előkerült dolgokból tapasztalatot gyúrni és hazavihető tudást gyúrni. Ezen felül nyilván azt is szeretnénk megmutatni nektek, hogy ezek a rendszerek hogyan működnek, és ezen a rendszerek alapján Magyarországon elérhető jelentősebb rendszerekből lesz ott kipróbálható eszközpark és eszközpaletta, úgyhogy ezeket mind helyben ki fogjátok tudni próbálni, meg tudjátok nézni. Meg lehet nézni azt, hogy az egyik gyártó eszköze működik-e a másik gyártó rendszerével, hiszen ez lenne a lényege annak, hogy gyakorlatban kipróbálhassuk ezeket az eszközöket. Na de nézzük a tematikát, amit említettem, ugye a protokollok köré igyekeztem szervezni az egész történetet, de van négy olyan jelentős pont, ami ehhez kapcsolódik, és az a téma, amit a leginkább keresni szoktatok, vagy a leginkább érdekelni szokott benneteket. Ez a világítás, a fűtés ugye az utóbbi időben egyre inkább izgalmas téma, és hát mivel novemberben rendezzük meg ezt a rendezvényt, ott azért már eléggé aktuális kérdés lesz a fűtés témaköre. Az okoszárak egy olyan előreugró, feltörekvő dolog, amelyik a jövőben nagyon sokat fog fejlődni, és ezzel kapcsolatban a jelenlegi álláspontot, a jelenlegi állapotot szeretném megmutatni, mert ebből nagyon sok tévedés, félreértés, vagy éppen nem megtapasztalás fordul elő, úgyhogy itt lesz rengeteg okoszár, amit ki lehet próbálni, meg lehet nézni, meg lehet tapogatni, meg lehet érteni, hogy közvetlenül hogyan működik, és hát természetesen nem hagyhattam ki az okos otthon központokat, illetve az okos otthon aggregátor megoldásokat, hiszen ezek szervezik maguk köré azokat az eszközöket, amikről beszélünk, szervesen kapcsolódnak természetesen a protokollokhoz is. Ugye ezeket a témákat szeretnénk ugye feldolgozni, különböző megközelítésekkel, ugye, ahogy már szó volt arról, nem kifejezetten előadásokról, hanem különböző formában, workshopokban, meg egyéb megoldásokkal. Úgy fog kinézni a program, hogy a péntek délelőttöt azt a saját telepítő partnereinknek szánjuk, tehát ott nekik lesz a negyedéves partner találkozójuk, és utána délután körülbelül 2 órakor kezdődne a program, előtte már egyébként meg lehet érkezni, és innentől merülnénk
bele a programba. Először lenne szó kifejezetten az aktualitásokról, a piaci újdonságokról, amik majd akkor aktuálisak lesznek. Ezt nyilván még most én sem tudom megmondani, hiszen még addig elég sok időnk van, és mint tudjuk, a piac gyorsan változik, tehát amit ma azt gondolok, hogy nagyon újdonság, az novemberre lehet, hogy már egyáltalán nem fog annak hangzani. Pénteken már lesznek workshopok, illetve péntek estére közösségépítésnek terveztünk egy borkóstolót ott a helyszínen. A szombati napban már többféle programot gyúrtunk bele, ott szintén lesznek workshopok, szakmai program, mastermind, itt kis csoportokban fogtok egymással beszélgetni közös probléma megoldási célzattal. Lesz egy okos otthon eszköz simogató nevezetű programunk, itt kifejezetten az ott megtalálható eszközökkel fogtok megismerkedni, és ténylegesen fogjátok tudni őket szakmailag is kipróbálni, megnézni, hogy melyik mire alkalmas. Fogunk tartani egy élő podcast felvételt az okos otthon guru műhelyéből, illetve az estét kifejezetten networkingre és ilyen beszélgetős, ismerkedős, kicsit szakmai, kicsit nem szakmai beszélgetésre terveztük. Vasárnap folytatódnak a workshopok, fogunk csinálni egy interaktív kerekasztal beszélgetést. Itt szándékosan nem fogunk meghívni kiemelt szakmai embereket, akik beszélgetni fognak, és egy ilyen előadásszerű kerekasztal beszélgetést csinálnának, hanem ezt úgy tervezzük, hogy ennek ti is részesei lehettek, és gyakorlatilag, mint egy beugró játékban, bárki bármikor be tud csatlakozni, és meg tudja osztani a saját gondolatait az egész közösséggel. Ezen kívül pedig indítani fogunk, majd erről kaptok később információt, egy kisebb ilyen, mondjuk úgy, hogy saját projekt pályázatot, és ennek majd az eredmény hirdetését is erre a napra terveztük, és gyakorlatilag ezzel fogjuk majd lezárni magát a rendezvényt. Fontos elmondani, hogy magát a tábort nem szeretnénk óriásira növeszteni, tehát itt 45 főben maximalizáltuk a létszámot, pont azért, hogy a közösségépítés és a tényleges szakmai elmerülés és tapasztalás azt teret tudjon kapni, hiszen ha több száz emberrel indulnánk neki, akkor pont ezt a célt veszítenénk el, úgyhogy 45-en fogtuk tudni maximum jelentkezni a rendezvényre. De hogyan is tudtok jelentkezni? Hát a jelentkezés és a regisztrációs formát viszonylag egyszerű, a smarthomecamp.hu oldalra fellátogattok, ott minden szükséges információt meg fogtok találni. A ára a részvételi díj tartalmazza a programokon való részvételt, a borkóstolót, a kávészünetekben való bekészítést, a meglepetéseket, amiket természetesen haza tudtok vinni. Ezen felül ez a programokon való részvételi díj, ez egy 525 eurós költség, de minél hamarabb regisztráltok, annál hamarabb tudtok részt venni, és annál nagyobb kedvezményt tudtok bezsebelni ebből az összegből. Az első 10 jelentkező 365 euróért vehet részt, utána 425 euróért, majd 465 euróért jöhet a következő 10-10 jelentkező. A szállás és az étkezés költségeit egyébként külön kezeljük. A Bargatanya intézi ezeket, ők szedik. Ezt azért gondoltuk így megvalósítani, mert így lehetőségetek van akár a családot is hozni, akik, amit ti okosodtok és próbáltok elvegyülni a többiekkel, addig ők wellnesshezhetnek, illetve az ottani programokon vehetnek részt. A Bargatanyán elég sok ilyen jellegű megoldás van. Ennyit szerettünk volna nektek elmondani, köszönjük szépen, hogy itt voltatok, a legfontosabb információkat megtaláljátok a weboldalon, de ugyanúgy a Facebookon, minden egyéb csatornánkon megtaláltok minket, és nyugodtan kérdezzetek ezeken, hogyha bármi kérdésetek van. Látogassatok el a smarthomecamp.hu oldalra, és onnantól kezdve tiétek a pálya. Köszönjük szépen, hogy ma itt voltatok velünk, a további szép napot kívánunk nektek. Sziasztok! Sziasztok.